No, nézzük, hogy mit ír a magyar sajtó. A világgazdasággal kezdem, mégiscsak gazdasági profilú műsor vagyunk. Eddig nem derült ki, de nem? Igen. most már majd talán ki fog, igen. Azt mondja, hogy két tűz között a kínai tech cégek, tarajosodott a kínai tech részvények eladási hulláma, a Seng index tech indexe 1,9%-kal esett, miután a pekingi vezetés újabb korlátozó intézkedéseket vezetett be. Ráadásul az amerikai tőzsdefelügyelet ultimátummal felérő kockázati figyelmeztetést tett közzé a tengeren túlon forgó részvényekre, mondván a kínai auditorok nem nyitják meg a könyveiket, három év múlva búcsút inthetnek az amerikai tőzsdéknek. Hoppá! Az kemény üzenet. Valjuk be. De végül is az amerikai tőzsdefelügyelet szempontjából érthető. No, aztán sokkal gyorsabban áll talpra a magyar gazdaság a vártnál. Ez ugye a remek GDP adatról szóló cikk. Én ezt nem részletezném szerintem, mert hogy mindenképpen és mindenki tudja. Azért azt árnyalnám a nagy hurrá optimizmust, hogy amikor a heti makrogazdasági kitekintőnkben beszéltünk arról, hogy jön majd a magyar GDP adat, akkor arra felhívtuk a figyelmet, hogy olyan gyalázatosan rossz volt a bázis, azaz a tavaly évnek a hasonló időszaka a GDP-ben, hogy nem volt senki számára kétséges az, hogy kettő számjegyet fog ugrani a magyar GDP, az volt kérdéses, hogy mennyi lesz az annyi pontosan. Úgyhogy az, hogy gyorsabban áll talpra a magyar gazdaság, az szerintem kis elhamarkodott, nem gondolod így? Hát a jelenleg, ha most kimondottan csak a tegnapi aratból nézzük, és itt megállunk, és azzal vetjük össze, hogy a, mekkora volt a visszaesés az előző évnek ebben a negyedévében is az képest mekkora a visszapattanás, akkor akkor valóban az élbolyban vagyunk, most lehet sőt, talán majdnem a legelején. Tehát ezt most így kiragadni, én teljesen megértem, tehát most nyilván egy... Hát nyilván egy politikusnak mérne, mérne mi a ki. dolga az, hát ezt, hogy az itt remek számokat, nem lehet, számokat kommunikálják, így van. Igen, így. igen, igen, igen. És a visszaesést is lehetett nézegetni ott abban, nagyjából ugye az átlag körül voltunk. A, oké, az íreket kiemeljük, meg a lengyeleket, hogyha kiemeljük, ők ugye, speciális okok miatt estek vissza a legkevésbé, ha jól emlékszem, akkor az írek egyedül nem estek vissza tavaly. De mi nagyjából az átlaga lestünk, és ahhoz képest egy nagyon-nagyon brutális az a szám, ami tegnap jött, úgyhogy az érthető, hogy nyilván kell egy hosszabb idő kell, hogy ezt azért korrektan értekeljük, de az, hogy amit eddig mutatnak a számok, az alapján erre a megoldásra lehet jutni, úgyhogy ezzel igazából nincsen semmi probléma szerintem. Igen? Igen. figyelj, te kérdezek. A, a napi.hu a lazac A magyar lazac? Igen, a magyar lazacról ír a napi.hu és nyilván kerek az egész sztori, van egy figura aki dolgozott a Microsoftnál volt vezető, aztán a miniszterelnökségen dolgozott jó nagy állami támogatás van a rendszerben Zalegerszegen valósulhat meg, 8,5 milliárd forintból É, de hogy lehet, tehát minden előállítható a mi éghajlatunkon, ami egy ugyanolyan minőségű lazacot eredményez a végén, mint amelyik, akik úszkálnak a norvég. Hát van az, az, a, az pénz. a pénz. Tehát ez csak pénzkérdés. Hát nézd, Wagyumar hát is tartanak Magyarországon, meg a Miálovics gazdában volt, hogy kivit is termesztenek Magyarországon. Tehát bármi, bármit Én lehet, azt gondolom, azt hát hogy nem, nem, nem. Én azt gondolom, hogy lesz azért különbség, hiszen nem véletlenül külön kategória tengeri lazac, meg nem véletlenül külön kategória tengeri farmokon nevelt lazac, ez egy kicsit más lesz szerintem. Én arra lennék kíváncsi, hogy hány lazacot kell eladni ahhoz, hogy visszapattanjon ez a 8,4 milliárd forintos beruházás, és elkezdjen profitot termelni. Tehát, hogy akár itt, tehát, hogy az üzleti tervből nekem az nem kerek, hogy ha most lehet kapni időnként leárazva lazacot a népszerű diszkontláncok bármelyikében, akkor a magyar lazac az mennyivel lesz versenyképesebb? Nyilván a szállítási költségben már biztos versenyképesebb lesz, de, de ennyire nem értek a a, a hal termeléshez. Lehet, hogy egyszer el kéne beszélgetnünk Lévai Ferenccel, hogy ő mit tud erről, ő csak halász ember. Igaz, a lazacot talán annyira nem ért, mint a pontyhoz, de... Abszolút, figyelj, itt azért profi üzletemberek vannak, akik kiszámolták, az, az biztos. és azért jó pár adatot elmondtak a napi.hu újságírójának. 22-ben indul az építkezés, 24-ben már az első lehalászásnál tartanak 26 fő, de oké, okay, ez mondjuk még egy kisebbik része. 300 ezer hal fog élni a rendszerben 2020 végére Egyenletesen uh, uh, heti 19 tonna kibocsátással uh, számolnak. Én értem, és, és nem a... nagyon akarnak exportálni magyarul, ki akarják szorítani az import Engem. lazacot. Azt akarom mondani, Érdekes. hogy egy, egy, egy technológia van, ami benne nem mélyültem el, ez a Recirculating aqua systems, azaz RAS, recirkulációs akvakultúra. Uh, hogy a vizet mindig ő átszűrik, megtisztítják és visszaforgatják, tehát nem folyamatosan folyik, és, és ezzel nagyon vízpazarló. Um, nem tudom. Tényleg, én, én, én tényleg volt az a vagyu ember, aki megpróbálta, és, és azt hiszem, hogy tartja is. Nem tudom, hogy ő neki uh, megye. Ő nyilván nem ekkora beruházással, hanem néhány szarvasmarhát hozott Magyarországra. Én nem tartom kizártnak, hogy az is totál és siker egyébként. Figyelj, és Hagyibó Viktor is ugye a Microsoftnál lett ismert, de kiderül a cikkből, hogy agrárdiplomája van, és mindig is vonzotta vissza ez a terület. És utána befektetőként rengeteg tapasztalatot szerzett, vele is kéne majd beszélni, nyilván az lenne a legizgalmasabb. De tényleg az a cél, hogy környezetbarát, különleges, fenntartható és világszínvonal? tényleg, mindenkinek ez a célja. Egyébként pedig, aki a mozdony füstje megcsapott, ezt nem kezdem el neked magyarázni. Nehogy azt itt, hogy ha nyernék a lottom, nem hagynám itt azonnal a rádiózást, hogy egy kis farmon valahol birkát körmölhessek, amikor kedvem tartja. Aha. Jó, De tényleg. Okay. Tehát az agráriusok azok már csak ilyenek. Tehát az összes ismerősöm, aki elhagyta a pályát, valahol azon ábrándozik, hogy egy kis tanyát valahol és hát, Oké, okay, világos. Nyilván itt egy csomó szám elhangzott, de ebből még az üzleti modellt mert nem tudjuk megítélni, de ebbe abszolút kiszámolták, tehát azért az jól látszik. A pontyfogyasztásról vannak adatok, a lavacfogyasztás egyértelműen növekedőben van Magyarországon, de egyre többen keresik, tehát változik a, változnak a halfogyasztási szokások. Jó, oké, érdemes lesz még majd erről. Na, beszél. a hallgatók egyik fele szkeptikus, mondok egy idevágó ide, idézetet, pont annyival lesz olcsóbb, mint minden itthon előállított termék, vagyis kb. másfél lesz drágább, mint a Brazíliából idehozott, érje az egyik. A másik lehet ráció a magyar lazazban a tengeri folyton emlegetik, hogy magas a, hig, a tartalma ez mentes lehet tőle. Ez, ment, ez mindentől mentes lesz, ez jó minőség lesz, ezt már tudjuk. Na, még egy érdekes bejelentés, majd nyilván beszélünk róla. Közkívánatra becserkészem is. akkor a magyar lazac atyát. Jó, én? szerintem Meg mindenképpen. Próbáljuk. Igen, igen, beszéljünk vele, mert élek kíváncsi én is. Mastercard bejelentette, hogy eltünteti a mágnes csíkot a kártyákról, mert már nincs rá Végre. szükség. 2024-ben kezdődik a folyamat Európában, mert hogy itt már a mikrocsipes rendszer annyira elterjedt, hogy nincs rá szükség, és a az érintéses technológia is. Amerika, hát Amerika le van maradva, ott meg majd csak 29-től jönnek azok a kártyák. 33 a végső időpont, amire leszámolnak az évtizedek óta létező technológiával. Van egy ígéretünk Gauder Milántól, hogy majd szabadságan van, most ha Magyarországra hazajött, akkor majd talán jövő héten beuglik hozzánk, úgyhogy akkor erről is megkérdezzük ő a Mastercard egyik európai alelnöke, úgyhogy a részletekkel majd. Szerintem jövünk később, ez a tegnapi érdekes bejelentés volt. No, oké, okay. még volt egy, de azt most nem találom, meg az órára is ránéztem, úgyhogy gyorsan mondjuk, hogy mi volt a piacokon. Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten tőzsdei helyzetkép következik. Hát igazán nem lehet panaszunk a budapesti érték tőzsdére. majdnem 3%-ot erősödött tegnap. Ugye már megvolt a jó hangulat, a tőzsde nyitáskor beszámoltunk róla. 51.626 pont lett a vége, és 2,9%-os erősödés. Na ja, kérem, hát az OTP-t meghúzták, 5% fölötti mértékben erősödött, 17.520 forintig. Aztán őt követte a Richter 2,5%-os plusszal 9025 forintos záróáértékkel, a MOL beérte 1%-os drágulással és 2414 forinton zárt, a Telekom eset majdnem 1%-ot 430 forintig, és akkor a közepes és kispapírok háza házatáján gyorsan végignézve, azt láthatjuk, hogy a Masterplast 1,3%-ot ment fölfelé, és 4760 forinton fejezte be a kereskedést. Egyébként végignézően a többi papírt azt kell mondanunk, hogy értelmezhető forgalom gyakorlatilag más részvényben nem is volt. Elmondtam mindent, uh -huh. úgyhogy tiéd a pálya. Hát valami egészen döbbenetes dolog történt, egészen meglepő a Wall Street-en. zártak a véglegek. Mindegyik. Tehát ott már látunk, hogy átsúlyozás van, egyiket veszik, másikat adják. Erőt, gyűjt, erőt gyűjtenek az újabb emelkedéshez, mondhatok ilyeneket neked? Hogy e színesítsem a beszámolót. Ugye, körülbelül napok óta egyre rosszabb hírek érkeznek, sok tekintetben most először egy picikét reagált rá, úgyhogy ennyi változás van. E Nyilván ahhoz képest, hogy rekordszámban döntött történelmi rekordot a, az S&P, ahhoz képest ez nyilván meglepetés, egyre csúnyábbak a fölfelé-lefelé adatok, tehát az emelkedő napokon és a végén, az látszott, hogy az indexek akkor is emelkedtek, amikor már több részvény es, esett, mint amennyi emelkedett, amikor már jó, jóval több. Ez még akkor is így volt az index szinten. Na most van az, hogy hát a nezdeken például már háromszoros a különbség. Tehát háromszor annyi, három ezer papír emelkedett, és alig több, mint ezer. Nem, három, három ezer esett, és csak, három, és csak ezer környéki emelkedett. Két és félszeres a különbség a New Yorki tőzsdén, és akkor ebből lett 8-7-8 a nezdekben meg 9. Nem érdemes talán most annyira kiemelni egyedi sztorikat, most mindenki azon rugózik, hogy akkor lehet ebből legalább valami kis korrekció a delta variáns továbbra. Amerika most a gócpontot tered leginkább, és eddig teljesen figyelmen kívül tudta ezt is hagyni. A kis keradatok is nagyon rosszak lettek, amik jöttek egészen konkrétan. Nem a tálibokra Esést -es 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 es -es mértek, hát ezt nem tudták a tálibokra fogni. A tálibok is meg lehetett említeni nyilván, illetve ami Afganisztánban történik eh, okként. De hát, amit az elmúlt néhány napban érkezett rossz hírként, arra, mit tudom én, egy, akár még öt év ezelőtt is jó hangulatban is egy 10%-ot biztos estek volna a piacok, most meg éppen kezdik mozgatni a fülük botját. Ennyi a különbség a iszonyatosan beőzölő nagy pénzek világában. Uh, úgyhogy ilyen is előfordul né esik a tőzs. De eddig minden ilyet megvettek, hát kíváncsian várjuk, hogy uh, most ez valaminek a kezdete vagy a vége. Persze nem tudhatjuk. De hát ilyen is van a tőzsdén, mint ami tegnap történt. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. 0 30 20 10 9, 0, 9. én azt gondolom, hogy mindegyikünk megkapta az útra valóját, Ács Gábor is, és jó magam is. Na. Kezdjük az előbbivel. Van olyan film, amit Ács Gábor szeret? Kérdezi a hát hallgató. tegnap is mondtam egyet, meg ez sokszor elhangzik. Há, hogy ne lenne? Rengeteg, rengeteg. Igen. Hát csak most éppen olyanokat hoztál föl, amelyeket annyira nem. Igen. Nyírhatnék hosszú listát. És akkor én is felzárkóznék. Maci, ne nyerjen a lotton, szükségünk van a Gladiátor Primadonnára. <laughs> hát köszönöm szépen. <laughs> ez abszolút dicséret volt szerintem. Felháborító. Na jó, jöjjenek a. Taríboja Hínek. hírei, ne bizonytalankodjál, bár tudom, hogy miért bizonytalankodsz, de Taríboja hírei jönnek. Aztán utána folytatjuk Budapest rovatunkkal. Mindenki írjon közlekedés információt most! Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.